A közel és a távolabbi múlt sportsikereit egy-egy korszakot bemutató riportsorozatunkban. Ezúttal a vendégem valóban olyan, aki évtizedekre visszamenőleg kell, hogy elindítsa azt a témát, amiről beszélgetünk. Ez pedig a kerékpársport, a szekszárdi kerékpársport, annak indulása, annak úgymond korszakai. Ennek kellettek valami előzményének is lenni. Nyilván ezt még én is csak esetleg olvashattam, de nem néztem részletesebben utána. Mitől lesz a 70-es években országos hírű a szekszárdi kerékpársport néhány éven belül? Vendégem Schneider Konrád, hát igazán autentikus személy, aki tudja, hiszen tevékenyen részt vett benne, és ő el is tudja mondani, hogy mik voltak azok a fontos jelenségek, fontos személyek, akik ilyen gyorsan növekedési pályára tudták állítani. Köszöntelek, minden előjáróban azt is elmondom, hogy szeptember 5 és 75, ez egy két bűvös szám, ezt majd a későbbiek során kifejtjük, hogy mi, hát menjünk vissza egy kicsit a magyar sport hőskorszakába. Az 50-es években és a 60-as években mennyire van jelen a kerékpár, amikor gondolom, hogy 5-ször annyi versenyző volt, vagy 10-szer, mint most? Hát igen, a szekszárdi kerékpársport gyakorlatilag az 50-es évek elején indult el Losonczi Sándor vezetésével. Losonczi Sándor az egy elég híres versenyző volt, budapesti, és valamilyen felkérés, hogy pontosan kikérte föl, de lejött Szekszárdra, és megpróbálta a szekszárdi kerékpársportot egy kicsit magasabb nívóra emelni. Mint szekszárdi születésű, te is része voltál természetesen versenyzőként az akkori éveknek. És... Akkor én még nem versenyeztem. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én a sportpályafutásomat, mint birkózó kezdtem. A Bödögberci féle birkózó klubba, de a kerékpár mindig is érdekelt, és nagyon szívesen néztem a háztömb körüli versenyeket, ahol a Losonczi által delegált, irányított egyesület tulajdonképpen ilyen házi versenyeket, meg egyéb ilyen dél-dunántúli bajnokságokat rendezett, és ez elég népszerű is volt. És ő egészen 56-ig irányította ezt a klubot, majd Gerendai János vette át a vezetést. És itt kapcsolódok én be, mint versenyző a szekszárdi kerékpáros életbe. Akkor már leszámoltál a birkózó karrierrel? Igen, 56-ban tulajdonképpen az építők meg is szűnt gyakorlatilag létezni. Igazán nem talán született, és akkor a barátaim is kerékpároztak, és akkor én is, és nagyon hamar úgy döntöttem, hogy ez az igazi sportág, amivel szeretnék foglalkozni. Hát gyakorlatilag 15 éves voltam, kellett már... Ki volt akkor az edző? Losonczi már nem? Losonczi már nem, Gerendai János. Gerendai. Gerendai. Ő egy helyi születésű, vagy ő is egy bevándorló? Nem, ő egy helyi születésű versenyző volt, és hát ő próbálta ezt a csapatot egy nagyon helyes irányba vinni. Nagyon gyorsan sikerültek ezek a próbálkozásaim is. Hamar én voltam az első számú versenyző Szekszárdon, és ez természetesen nem jelentett országos hírnevet, de így a dél-dunántúli bajnokságokon rendszeresen dobogós helyezést értem el, és az első nagy áttörés talán 57-ben az Osztyopenko emlékverseny Budapesten, ilyen 130-140 induló volt, és akkor én még egy harmadosztályú versenyző voltam, de akkor különvették még az első osztály, másodosztály, harmadosztály, és mindenhol ilyen százas, meg száz fölötti létszám volt. És akkor a negyedik helyen végeztem, és gyakorlatilag ez volt az első olyan áttörés, hogy szekszárdi versenyző újra ott volt az országos élvonalba. Aztán azt gondolom, hogy ezzel... Hát azért más viszonyok voltak, mert akkor gondolom, hogy rendkívül sok jó versenyző volt a magyar kerékpár élmezőjében. Hát olyannyira, hogy a békeversenyen is domináns versenyző volt a magyar válogatott. Egy kis dala például az első békeverseny gyakorlatilag nyerte. És... Az igazsághoz azért hozzátartozik az, hogy nagyon sok versenyző volt, de nagyon népszerű is volt a kerékpársport. Abban az időben, ha valaki kerékpározhatott, az a szocializmusban kapott egy kerékpárt.
de nem is lehetett megvenni tulajdonképpen versenykerékpárt, csak vagy kapni lehetett, vagy nem volt. És így óriási vonzereje volt a kerékpársportnak. Voltak nyilván, ezek a Szabolcs megyei körversenyek. 1961-ben gyakorlatilag akkor én már befutott versenydő voltam, talán azt lehet mondani, és voltak ezek a Szabolcs megyei körversenyek. Ott csak azok a versenyzők indulhattak el, akik nem tartoztak a magyar közvetlen élvonalhoz. És ott a szekszárdi csapat, Gerendai, Aut Laci, Remszíder, ezek voltak a versenyzők, és volt egy csapatverseny betétszám között, ez egy háromnapos verseny volt, és a szekszárdi csapat nyerte a csapatversenyt. Na, ezzel aztán el is indult tulajdonképpen. Ez annyi, hogy már közelítettünk a profizmus felé, tehát hogy a nagyokat, az elitet, akik más feltételekkel dolgoztak, utol lehetett érni. Végülis mi történik, amikor már abba hagyod, és edzőként jelensz meg a 70-es évek elején, sőt, hát 71-ben Gemenci Nagy díj van, akkor még talán nincs olyan szintű szekszárdi kerékpársport, mint amilyen aztán kinőtt. 71-ben indult a szekszárdi kerékpársport az én vezetésemmel, és 1975-ben kezdődött a Gemenci Nagy. 75-ben, igen. Tehát 71-ben indult a szakmai munka, tehát a folyamatosság annak, ami... Így van. Suli kupát rendeztem, és ott próbáltam a tehetségesebb versenyzőket kiszűrni, és természetesen mindenkit szívesen láttam, aki vonzalmat érzett a kerékpársporthoz, de itt sikerült tulajdonképpen halásztestvéreket megkaparintani, Liska Palit, Szunyog Nándit. Ezek mind válogatott versenyzők lettek. Aztán később éppen ezzel a felbuddulásra, hogy olyan tehetségek kerültek az élvonalba, hogy azt lehet mondani, hogy az első-második évben már ott voltunk az utánpótlásban, a kisgyerekeknél, az országos élvonalban. Tehát ilyen szempontból hamar előztétek a Csepelt meg a többi nagy klubot, hogyha csak az utánpótlás eredményeit nézzük. Ha csak azt nézzük, akkor mindenképpen, és akkor jött a Pálinkás Csaba, aki egy nagy becsvágyú versenyző volt, úgy jött be a klubba, hogy Konzsibá, én is szeretnék versenyezni, szeretnék olyan versenyző lenni, mint a Halász Laci, de még jobb. Ez nem baj, hogyha valaki ennyire motivált. Igen, és hát ez természetesen ez egy szimpatikus dolog volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt alaptalan. És 1974 volt az igazán nagy áttörés, a 28. helyről az országos ranglistán a szekszárdi kerékpársport a 28. volt a rangsorba, a 4. helyre tornáztuk föl magunkat. Ekkor vetődött fel egy Gemenci Nagy díj rendezés. És ebbe az évbe vetődött fel az is, hogy kellene csinálni egy nagyobb versenyt, ami tulajdonképpen reprezentálná a szekszárdi kerékpár sport feltörését. De 1975 volt az év, amikor az első Gemenci Nagy díjat terveztük, de akkor még nem is a Gemenci Nagy díj volt, hanem a szocialista országok szövetkezeteinek valamilyen, nem? Szövetkezeti Spartakiádja. És ezt nagyon megtámogatták az országos szövetkezeti mozgalomba, és hát itt voltak tulajdonképpen a szocialista országokból, azt lehet mondani, majdnem mindenki, Bulgáriától Mongóliáig. Mi volt a előretörés titka? Nyilván megvolt egyfajta szakmai elképzelésed edzőként is, amivel esetleg föl tudod venni a versenyt a Csepellel, a Fradival, a BKV előrével, a többivel. De volt egy nagyon fontos másik tényező, hogy a hátteret, az akkori viszonyok közepette, Petrics, Pálinkás neveket kell említeni. Tehát volt mögötted egy bázis, akik tulajdonképpen kitartottak, akik elmentek a párbizottságra, akik kilincseltek, vagy milyen fogadtatás volt, hogy legyen egy kerékpárosport pártberkekben? Tehát gyakorlatilag a háttér is segített? Hát a háttér mindenképpen segített. Háttér nélkül valószínűleg nem is lett volna a szekszárdi kerékpársport a magyar élvonalba. A 75 volt ugyan, 74-75 volt a nagy áttörés. A testnevesi főiskolán végeztem én az edzőképzőt, és ezzel, mikor tulajdonképpen sikeres vizsgát tettem, jól megfelelt minősítéssel, akkor a Pálinkás és a Petrics, aki a sportkörnek a vezetését képezte, függetlenített. Tehát gyakorlatilag főállású edző lettem.
ami azt jelenti, hogy Magyarországon... Az nagy dolog volt. Magyarországon néhány ember volt csak, aki tulajdonképpen nem foglalkozhatott mással, csak a kerékpársporttal. Na aztán ezzel el is indult egy olyan menetelés, ami egészen az olimpiáig vezetett. Tehát az volt, hogy többet edzettetek, máshogyan edzettetek, figyelted a nemzetközi trendet is, hamar kapcsolatba kerültetek a világ kerékpársportjába meghatározó Wismut Gerával, és tulajdonképpen a német módszereket egy kicsit beépítetted, hiszen később, amikor már szövetségkapitány is lettél, akkor azért komoly szakmai vitáid is voltak a magyar edzőkkel, hogy mennyit kellene edzeni, mert érzésed szerint keveset edzettünk, hanem rövideket edzettünk, intenzíveket, de ugyanakkor te azt mondtad, hogy hosszú távon kell megalapozni ennek az alapálló képességet, és utána lett speciális állóképesség. Ezek a nagy viták voltak, de hogy kapitány lettél, szerintem a szövetség melléd állt. Igen, hát ezek a moszkvai olimpiára, ugye kijutott három versenyzőnk, és a moszkvai olimpia után én lettem a szövetségi kapitány, és hát meg kell, hogy mondjam azt, hogy Harsányi László ugye az volt itt a sportreferens, aki a szakmai dolgokat irányította a sportosztályon, a sporthivatalba, és ő elég sokat segített, ugyanis Magyarországon akkor még nem volt igazán divat az, hogy kondicionáló edzéseket is tartanak a kerékpársportban. Nemzetközileg kezdtünk eltávolodni már abban az időszakban is, amikor motiváltabbak voltak a gyerekek, többet akartak dolgozni, versenyzők akartak lenni. Így van, így van. Hát az utánpótlás korban, hát a Halász Laci első éves ifikorában megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot. Ez mutatja azt, hogy mekkora tehetség, és milyen munka volt már addig is benne. Így van, és a világbajnokságon a komplett szekszárdi csapat, 1977-ről beszélünk akkor, még a tartalék is, a Szúnyog Nándi volt a tartalék, és a magyar válogatott az úgy állt föl, hogy halász, pálinkás, Liska. És a 27 nemzet válogatatja közül a 8. helyet szerezte meg a magyar válogatott. Gyakorlatilag azóta se volt csapatban ilyen jó helyezése a magyar junior válogatottnak. Említheted a békeversenyt is ez időszakban, ez majd ez a 80-as évek. Igen, és akkor a 79-ben a békeversenyen már a Halász Zoli nagyon jól szerepelt, 17. lett összetettbe. Azt tudni kell, hogy a békeverseny az tulajdonképpen a keleti világnak a úgymond nagy körversenye volt, tehát hasonlítható némiképpen a világ nagy körversenyeihez is, még ha ott a világklasszisok indultak, de azért érzékeltetni akarjuk a nézőknek, hogy az akkor a keleti blokkban egy olyan verseny volt, mint a keleti Blok Tour de France volt mondjuk, vagy a keleti fog Giro. Igen, sokan mondják, hogy mivel egy május elején volt, ez tulajdonképpen a Giro idején, és az amatőr versenyzőknek a legnagyobb seregszemléje volt. Minden évben máshonnan indult Berlin, Varsó, Prága, aztán váltottak, hogy Prága, Varsó, Berlin, és így ment körbe, mindig máshonnan indult, és máshova érkezett a verseny. Úgy érzed, hogy az az edzői filozófiát, hogy többet kell dolgozni, és kicsit máshogyan, ez hát győzött a szövetségen belül, hogy mond szakmai vitákban, mert hát kétszer is kapitánynak választottak. Így van. 1980-as évek elején és a 90-es évek elején is úgy választottak szövetségi kapitányá, hogy gyakorlatilag innen pályáztam. És felkértek erre. Hát, klubedzőként egyértelmű a siker. Kapitányként is azért tudsz mondani olyanokat, amiben nemhogy nem buktál meg, hanem egy picit tettél hozzá ahhoz az ügyhöz, amikor a világ már távolodik el? Hát 81-ben Prágában volt a világbajnokság, és ott nagyon kevésen múlott, hogy nem csináltunk világra szóló sikert, ugyanis három emberünk végzett a harmadik kaladonos idővel a célba a világbajnokságon, ami óriási eredmény volt. Na meg hát ifibe és juniorba is akkor a sikereknek nagyobb értéke volt, mint a mai világban, amikor kevesebb versenyző. Tehát junior ifibe is folyamatosan produkáltak, válogatott színekbe szekszárdiak. Így van. Tehát a válogatottba húzó emberek azok szekszárdiak voltak. Itt a Halász testvérek, Pálinkás, Sajó Péter, az mind egy olyan erőt képviselt nemzetközi színvonalon is, szinten is. Hát itt
ugye meg kell említeni mindenképpen, hogy a perugiai világbajnokságot, ahol a Sajó Péter szinte 90%-ig biztos, hogy dobogós lett volna. 200 méterrel a cél előtt volt egy bukás, és belekerült, és csak 9-en vagy 10-en voltak az élmezőnybe. Fontos volt ebben az időszakban az is, hogy kimegy egy generáció, mert előbb-utóbb kimegy, nyilván abban az időszakban lehet egy sportstátusz egy élversenyzőnek, de számtalan oka lehetett annak, hogy befejezi előbb-utóbb. De utána 90-es évektől is vannak olyan korszakok, olyan korszakos versenyzők, akik hát megtartják a szekszárdi klub fölényét országos összehasonlításban a többivel szemben, noha esetleg a pesti kluboknál jobb feltételekkel is dolgoztak, tehát ami játékos egzisztenciáját, fizetését, honoráriumát, egyebeket illetve versenyzők nem játékos. Így van, a 90-es években a Steik testvérek. Igen, tehát még föl tudsz sorolni legalább öt nevet, nem? Így van, Ízlistekkel, János Arató testvérek, ezek mind nagyon-nagyon jó eredményeket értek el nemzetközileg is. Hát itt ugye lehet mondani azt, hogy Arató Dávid ugye már Olaszországban versenyzett ilyen félprofiként, aztán hazajött, kétszer megnyerte a Gemenci nagydíjat, vagy a Steik Csabát is, ugye, aki szintén kétszer nyert. Hát itt nálunk ugye az van, hogy a 42 év alatt a Halász Laci tudott duplázni a Gemenci nagydíjon, a Halász Zoli tudott duplázni, a Steik Csaba tudott duplázni, meg az Arató Dávid is duplázott a Gemenci nagydíjon. Szegény Sajó az, akinek nagyon nagy esélye volt, hogy legalább egyszer nyerjen Gemenci nagydíjat, harmadik volt összetettben a legjobb helyezése. De viszont a hegyi szakaszokon nagyon jó versenyzett. Úgyhogy van is egy olyan kimutatás az egyik Gemenci nagydíj könyve, ahol az első 10 versenyző között 3 szekszárdi versenyző volt, és a Sajó Péter nyert, a többi mind külföldi volt. És ezt tudni kell, hogy a Gemenci nagydíj azért európai középszinten azért egy mértékadó verseny volt. Tehát ide nem azok a szlovákok, csehek és keletnémetek jöttek, akik a futottak még kategóriájában szerepelnek a csapatokban. Nyilván nem egy Olaf Ludwig szintű, de hát elég jó. Tehát egy európai középszintet tudtunk, és egy európai középszinten tudtunk nyerni. De hát voltak gyakorlatilag Olaf Ludwighoz hasonló versenylők, Lutz Hajze, aki világbajnok volt, vagy a Dietert, aki szintén világbajnok volt 4000 méteren, de mondjuk nyilván a legnagyobb név az Olaf Ludwig volt, aki nyert itt Gemenci nagydíjat, és még abban az évben megnyerte a szőlő olimpiát is. Meg még aztán ugye profitként hát, a Tour de France-on. Ugorjunk egyet, az időnk nagyon megy. Igen. Végülis a sikersorozat ellenére 2000-től megszűnik a szövetkezeti Spartacus, kivonulnak a szakosztályt működtető szponzorok, tehát a rendszerváltás nagyon keményen írja a kerékpársportot is, de ennek ellenére a Szekszárdon azért nem tudott megszűnni, nem tudott eljelentéktelenedni, mert két klub is alakul, és továbbra is, amikor a szabadidős klub kerékpárt megalapítjátok családilag, hát kiderül, hogy ez tulajdonképpen nem túrázó biciklizőknek a hétvégi programját szervezi, hanem egyre többen jöttek, hogy szeretnének versenyzők lenni. Tehát a mai időszakot, ami 95, jó, hát Aratóik itt vannak 2000-től, van igazán válság, ezt hogy élted meg, mert még mindig tudsz értékelni dolgokat? Hát igen, hát azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a rendszerváltással együtt kivonult a sportból tulajdonképpen az állam egy bizonyos mértékig, és hát megszűntek azok a sportálások, amik gyakorlatilag a kerékpársportnál szinte létkérdés volt. Aki 5-6-7 órát edz naponta, az sajnos nincs ideje, hogy dolgozzon, vagy nem tud ennyit edzeni. Tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy nemzetközileg felnőttbe eredményt tudjon elérni, egy teljes műszakot edzeni kell. Na most erre sajnos kicsi volt már akkor a szansz, és hát nem tudtunk olyan sportálásokat szerezni, ahol gyakorlatilag nem kellett dolgozni, hanem sportolni. De marad az utánpótlás nevelés. És akkor marad az utánpótlás nevelés, de ettől függetlenül itt a Steigék, Ildistekker, meg ezek azért a magyar évon alatt képezték. Ide igazolt Tamásiból egyedi Zoli, aki szintén a Mecsek kupán ugye a 4 szakadból 3-at meg tudott nyerni egy versenyen is, ahol itt volt a francia válogatott, tehát nem olyan versenyzők ellen, akik még indultak még kategória.
De én továbbra is azt gondolom, tehát hogy eltűnünk az országos reflektorfényből, de ugyanakkor, hogyha árnyaltabban megnézzük egy-egy év produkcióját, akkor azért folyamatosan tucatnyi tizenéves gyerek jön el, akinek ott a lehetőség jut el arra a szintre, hogy, hogy akár profi legyen, vagy akár eligazoljon egy olyan klubhoz, ahol felnőtteket tudnak foglalkoztatni. Ilyet át kellett élned nagyon sokszor. Hát sajnos ezt át kellett élnem, és akkor volt is egy olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy befejezem. Ez a, hát azt hiszem, hogy éppen te írtál erről egy cikket a Szekszárdi Vasárnapban, hogy kivonulok a sportból, de aztán fölkértek nem is az országúti kerékpárosok, hanem ilyen szabadidős kerékpárosok, akik ilyen... Tehát mindenféle... Behozták a műhelybe a biciklit, hogy javítsd meg, és érdeklődtek, hogy a gyerekkel foglalkoznátok-e. Így van. És akkor hát mondtam, hogy én gyakorlatilag az országúti sporton kívül, meg a pályasporton kívül máshoz nem igazán értek, de hát csinálhatjuk tulajdonképpen a mountain bike-ot is, meg minden egyéb kerékpárhoz hasonló sportot. De aztán... sajnos mégis visszahúzott a szívem az országúti sporthoz, és megmondom őszintén, talán el is hanyagoltam ezeket a gyerekeket, és elindult tulajdonképpen 2000-ben, 2001-ben. És itt már a gyakorlatilag Schneider Gábor fiad mutat edzői ambíciókat, és ő viszi a napi érdemi operatív munkát. Így van. Schneider Gábor ugye magyar bajnok lett a Cyclocross országos bajnokságon, és ezzel tulajdonképpen ő is beírta a nevét az országos bajnokok rangsorába. No, és edzőként is hajlandóságot mutat arra, hogy az örökségedet tovább vigye? És... úgy gondolom, hogy meg úgy látom, hogy ő nagyon nagy lelkesedéssel edzősködik, és most már a fiatalokkal ő foglalkozik olyannyira, hogy a válogatottnál is felfigyeltek rá, és az utánpótlás válogatottnál a haladók és a serdülők versenyeztetését, nemzetközi versenyeztetését rábízták, és ő viszi ezt tovább országosan. Még maradjunk a családi vonatkozásoknál, úgy adta a sors, hogy az unoka is versenyez, és hát elképzelhető, hogy serdülőben már komoly sikereket is tudott. Hát igen, hát főleg haladóban voltak nagyon komoly sikerei, háromszoros magyar bajnok lett. Schneider Sebestyénről van szó. Ez nyilván nagy büszkesége az apjának, mint edzőnek, hát természetesen nekem is, de hát itt meg kell említeni ugye több versenylőt is, főleg a Fábián testvéreket, akik nagyon... Ezeket Bonyhádon fedeztétek föl, és mind a három fiú kerékpározik. Így van, pontosabban Majoson, keréken, ez áll a buszukon, tehát ott az egész család teljes messzélességben a kerékpársport mellé állt, és azt hiszem, hogy óriási energiákat fektetnek abba, hogy a kerékpársport működjön, és természetesen az ő gyerekeik ott legyenek az élvonalba, és szerintem ott is vannak. Ábel kint volt Hollandiába, tapasztalatokat szerzett, eligazolt most nagy-nagy bánatunkra a Szegedre, a Mugen részhez. Ott van Csongor, aki szintén serdülőben több szakákban, hát az első háromban van, és még van a 10 évesek között is, 12 évesek között is, a kezdők között is olyan, akit szeretnél megérni, hogy amikor oda kerül, hogy eligazol valahova. Hogyne. Sőt, a kezdőknél is Bán Benedek országos bajnok. Most tudósítottunk róla éppen. Így van, és akkor ott van Zádori Zalán, aki szintén magyar bajnok. De hát gyakorlatilag vagy 8-9 magyar bajnokunk van, aki tulajdonképpen ott lehet az országos élvonalban, majd felnőtt korában. Most már csak azért izgulsz, hogy több edzőt idézve, hogy akarjanak bajnokok lenni. Tehát a mai gyerekekkel te is látod, bár nem dolgozol velük naponta, hogy nem akar annyira bajnok lenni. Tehát ha egy-két kudarc után feladja, tehát úgy érzed, hogy ez is az ok annak, hogy tovább szakadtunk lefelé a nemzetközi élvonaltól? Kevesebb versenyző van, és kevesebb akaratos versenyző, aki tehetségét dolgozik is? Igen, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a szívóhatása, főleg a számítógépezésnek óriási energiákat von el, és azok a versenyzők, akik tulajdonképpen rabjai ennek az új hóbortnak, azok rengeteg időt szánnak arra, hogy ezzel foglalkozzanak, és ne a sporttal. Még régebben én azt gondolom, hogy a sportnak óriási szerepe volt a szabadidő eltöltésében. Most egy kicsit kevesebb, és ez a kevesebb, ez nyilván meg is látszik.
Szíved csücske változatlan a Gemenci nagydíj, még akkor is, hogyha most ezt nem ti rendezitek. Válságban volt sokszor, az utolsó pillanatban beugróként ezt megmentettétek. Most, hogy látod, idén is lesz, jó úton halad a verseny, állandóan szponzori gondok vannak, meg kell tudni tartani a nagy díjat? Hát, mindenképpen. El kell jutni az 50-ig legalább? Mindenképpen szeretném, hogyha eljutnánk az 50-ig, és sőt, azt szeretném, hogyha még tovább, de tény, hogy vannak időnként gondok. Hát azt nagyon sajnálom, hogy én indítottam el tulajdonképpen a Gemenci nagydíjat. 75, ideértünk az évszámot, elején mondtam, hogy szeptember 5, 75. Igen, 1975-ben, és hát óriási eredmény volt az, hogy a nagydíj mellé tudtam állítani Pálinkás István, Petrics Józsefet, akik aztán tényleg később nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy odaadással szervezték a Gemenci nagydíjat. És ők meg tudták... Üzenet a politikának, ne engedjük el ezt, ha már egyáltalán az önkormányzatok ehhez támogatást adhatnak, meg hát azért ma is vannak a vállalkozók között olyanok, akik mindig azt mondják, hogy igen. Igen. Tehát ők meg tudták azt csinálni, hogy akinek volt lehetőség arra, hogy adjanak a Gemenci nagydíjra egy kis hozzájárulást, egy kis pénzt, azt meg is szerezték. És most ez egy kicsit nehezebb, de én azt gondolom, hogy megfelelő munkával el lehet érni újra azt, hogy többen támogassák, és hogy elérjük azt, amit igazán célként tűztünk ki. És talán abban is reménykedhetünk, hogy egyszer egy közös szekszárdi csapat, mert ketté szakadt tulajdonképpen a szekszárdi kerékpársport, egy közös csapattal indulhatunk a Gemenci nagydíjon. Én támogatnám ezt a dolgot, és remélem, hogy a másik klub is belátja, hogy ez egy előrelépést jelentene. 75, szeptember 5, 75 éves vagy az idén, tulajdonképpen hát szép jubileum. Továbbra is akár, hogy alakul a kerékpársport, lesz a szabadidős tevékenységed meghatározója. Hát igen, én azt gondolom, hogy ameddig egészségem engedi, addig én szeretnék a kerékpársporton segíteni, ha tudok. Hát elmúlott tulajdonképpen 75 év, hát vagy nem sokára elmúlik. Én bízom benne, hogy még pár éven van, és ezt a pár évet tudom a kerékpározás szolgálatába állítani. Találkozzunk a 80. születésnapodon, és megnézzük, hogy kiből mi lett a mostani 14 évesek között. Köszönöm a figyelmet, Schneider Konrádot, a szekszárdi kerékpársport egyik karizmatikus egyéniségét, edzőt, sportvezetőt hallották, láthatták.